Gyülekeznek az autók a Pécsi Angster József szakképző iskola tanműhelyénél csütörtök délután. Egy különleges felvonulást szerveztek a végzősök és tanáraik. Ez egy nagyon szép búcsú a tanároktól, ez a 4 év, amit itt tölthettünk. És sajnos ez az előző pár évben nem valósulhatott meg ugye a Covid helyzet miatt, de most végre az idő is engedi, és a helyzet is adott, hogy ezt a remek szerenádot megtartsuk a városban. Autószerenád, ez az esemény teljes elnevezése. Ez egy olyan rendezvény, amit már 17-18-19-ben is megrendeztünk. A gyerekek ugye manapság nem szeretnek nagyon szerenádozni, de mivel ilyen autós profilunk van, ezért úgy gondoltuk, hogy szeretnének fölvonulni a városba, és hát annyira jól sikerült az első, hogy hát már az autókat vissza kell mondjuk, annyian jelentkeztek. Az autószerenád igazi különlegesség, egy olyan búcsú az iskolától, amire szívesen emlékeznek majd vissza az itt végzettek, mondja az igazgató. Akár országos szinten is szinte egyedülálló rendezvény. A gyerekeknek nagyon tetszik, és nagyon örülnek természetesen nem csak az autószakmában résztvevők, hanem egyéb más szakmában végzett diákok is ezt nagy örömmel veszik, és hát mint ahogy itt a külső ábra is mutatja, ugye mindenki örömmel vesz részt, és már készültek erre a diákok. Igazi különlegességekkel érkeztek a résztvevők. Robur, ami személyszállításra alakítottak át, 1002-es Zsiguli rendőrautó, Verolex, vagy éppen Trabant Cabrio. Ilyen különleges retro járművek is helyet kaptak a sorban a modernebb autók között. Rendőri felvezetéssel indult el a kocsisor a pécsi belvárosba, majd jöttek vissza a tanműhelyhez. Eredetileg 37 autóval neveztek a szerenádra, végül 45 jármű érkezett a felvonulásra.